A fűtési idény április 15-ig tart, azonban a távhőszolgáltatóknak előírás, hogy május 15-ig biztosítaniuk kell a szolgáltatást. Az előrejelzések azonban azt mutatják, már nem várható hideg idő, ezen a héten már 20 fok feletti értékeket is mérhettünk napközben, ám a távhős fűtés megy, nem áll meg, amennyiben annak leállítását nem kérik a lakók közös képviselőjükön keresztül. A lakóközösségek kérik a közös képviselőtől, és ha megfelelő számú igény merül fel, akkor a közös képviselő ezt jelenti a távhőszolgáltató részére, ezt megteheti írásban természetesen, sőt kötelező írásban megtenni, e-mailen, ez nagyon gyors, lehet faxon is, illetve postai úton levélben is lehet. Az elfordult mód az e-mail, erre a távhőszolgáltató nagyon egyszerűen egy úgynevezett általános univerzális nyomtatványt kitalált, ezt le kell tölteni az interneten, kitölt a közös képviselő, aláírja, és már is 2-3 órán belül ez meg is szokott valós szólni. Kisvárdán több mint 1200 lakossági felhasználó és mintegy 30 intézmény tartozik a kisvárdai távhőszolgáltatóhoz. A városban eddig még csak két intézmény mondta le a fűtési szolgáltatást a jó idő miatt, a lakosok és lakóközösségek pedig azért nem, mert már mindenhol van úgynevezett költségmegosztó, és a termosztatikus szelepekkel lényegében lezárható a fűtés a lakásokban. Ugyanez a helyzet Mátészalkán is, a Szalka távhőnek mintegy 1800 felhasználó van, egyelőre közülük is alig jelezték a szolgáltatás lemondását. Nyíregyházán és környékén már jóval több a távhős fogyasztó, mint egy 1000 nagyobb felhasználó úgynevezett közületi és 16 000 lakossági fogyasztó tartozik a nyír távhőhöz. Mi ugyan nem fűtünk, már régen elzártuk, de még nem mondták le. Hát sok idős hölgy van, aztán idős emberek azok fáznak még, meg pici gyerekek. Lakógyűlés volt, és a közös képviselőnek átadtuk a jogot, hogy amikor úgy dönt, akkor lemondja, mikor fázik valaki, akkor visszaállnak. Tehát ilyen egyszerű. Tehát nem kell minden lakóhoz végig szaladgálni, hogy megoldják ezt a problémát, hanem ilyen egyszerűen megoldottuk mi. Hiába a jó idő, a legtöbb nyíregyházi távhős lakásban még mindig langyosak a radiátorok. Jelen pillanatban a külső átlaghőmérséklet most már 2 napja tartósan 15 fok fölött van. Egész konkrétan tegnap például 19 fok volt a külső átlaghőmérséklet. Emiatt a fogyasztóink folyamatosan mondják le a szolgáltatást. Ma reggeli friss adat szerint, mint egy 1800 lakásban, tehát több mint 10%-ában már nem fűtünk a lakosságnak, a közületek közül pedig mint egy 60 közületnél már nem történik fűtési szolgáltatás. A távhős szakemberek azt javasolják, a fűtés leállítását követően a termosztatikus radiátor szelepeket ne zárják el teljesen, így ugyanis elkerülhető a rendszer levegősödése.